A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy rendhagyó beszélgetéssel folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben szerettük volna bemutatni a Szent György Kórház orvosait. Én azt gondolom, hogy a hippokratészi eskü mentén nagyon sok minden történik, és történt mindez idáig. Most viszont egy olyan valakit fogunk megszólítani, virtuálisan természetesen, aki sajnos már nem lehet köztünk. Ez az ember pedig nem más, mint Őstör Lóránt szülészadjunktus, a kórház egykori nagyszerű orvosa, és akit pedig kérdezek, az pedig a ő lánya, Őstör Anna Mária. Szervusz, Marci! Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a nézőket! No, én nagy sóhajjal kezdtem egy kicsit kutatni magam is az édesapád szakmai pályafutása után, és akkor bukkantam rá arra a 1956-ról szóló fejezetre, amelyben kiderült, hogy ugye a kórház munkástanácsának elnöke volt. És erről is kell, hogy beszéljünk, mert én azt hiszem, hogy ugye még novembert írunk, és november 4-én ért véget fájdalmasan az 56-os forradalom és szabadságharc, és a székesfehérvári események tükrében rendkívül fontos szerepet játszott az a munkástanács, az a tanács, amelynek édesapád is tagja volt. Ahhoz azonban, hogy megértsük, hogy mi minden történt, egy kicsit vissza kell lépnünk a múltba, édesapád gyermekkorához, illetve ahhoz, ahogy a hivatást és amiért a hivatását választotta. Köszönöm szépen a meghívást, és előzetesen azt szeretném csak elmondani neked és a kedves nézőknek, hogy én nagyon kicsi gyerek voltam, amikor ő meghalt, tehát én ezeket a történeteket, ezeket mind nyomoztam, természetesen vannak emlékeim, ezt el is fogom mesélni, de egy 11 éves kislánynak a visszaemlékezéseit hallják majd. No, hát kezdjük az elején. Én azt gondolom, hogy édesapád szakmai pályafutásáról, ugye majd erről esik szó, nyilván meghatározó, hiszen abban az időszakban, amikor ő felnőtt, ahhoz nagyon sok mindent kellett tenni, hogy valaki eljusson az orvosegyetemre. Milyen volt az ő családi indítatása? Édesapja, Őstör Lajos, ő postaügyi főtanácsos volt a háború előtt. Nagymamám, ő pedig a posta vezérigazgatónak volt a titkárnője. Úgyhogy ő egy elég karakán hölgy volt, és így is nevelte apámat. A Cukor utcai általános iskolába járt, ami egy nagyon jó hírű iskola volt akkor is, és a mai napig. Utána pedig a Piarista gimnáziumba. Azt tudjuk így az elbeszélések alapján, hogy még öveges professzor is ott tanított abban az időben. Nagyon jó tanuló volt végig, és a gimnázium befejezése után viszont a Ludovika Akadémiára ment. Ő katonatiszt szeretett volna lenni, és 2 év folyamat el is végzett a Ludovika Akadémián, viszont akkor közben jött a II. Világháború. A ludovikásokat kivezényelték a frontra, és ő is hadifogságba esett. Erről sokat nem tudunk ennek a részleteiről. Amikor visszatért, vége lett a háborúnak, akkor viszont már abban a rendszerben nem kívánta ezt a katonai pályafutást folytatni, és az orvosegyetemre jelentkezett. Nyilván jó tanulónak kellett lennie, hiszen a II. Világháború után, amikor bejött a szocializmus érája, ha fogalmazzunk így, akkor az orvosegyetemre csak a nagyon kiválókat tudták felvenni, és nagyon megnézték, hogy milyen családi háttérrel rendelkezik. Neki mégis sikerült, ez nyilván a tehetségének is köszönhető. Igen, ő egy kiváló tanuló volt, tehát egészen az egyetemi diplomáig neki csak 5-öse volt summa cum laude, végezte az egyetemet.
Úgyhogy ez otthon nálunk is jelentkezett, nem nagyon mertünk még egy négyessel sem hazamenni, mert nem éreztük jól magunkat, még akkor sem. A nagymamám viszont aztán 13 éves korától őt egyedül nevelte. Hát nagyon nehéz életük volt akkor egy özvegyasszonynak a háború után is. Úgyhogy amikor az egyetemre járt, akkor ő közben a mentősöknél dolgozott, mentőzött, és hát mesélték, hogy egyszer összeesett az utcán, őt kellett bevinni, és azért, mert két napja nem evett. Elhivatott volt nyilvánvaló a jövendő hivatása iránt, mert ezt mindig hivatásának érezte. Ez nagyon sok mindenből kiderül, de arról tudunk-e, hogy miként választott szakirányt magának? Ebben nem vagyok egészen biztos, hogy ez hogy volt akkor, de azt viszont tudom, hogy nagymamám testvére, dr. Müller Erzsébet, ő az első orvosnők között végzett annak idején, és szülésznőgyógyász volt. A Városmajor utcában rendelt Budapesten, és hát mondják, hogy akik vonattal jöttek föl fiatal lányok és orvost kerestek, akkor nagyon sokszor találták meg Erzsinint. Az ember fiának mindig egy kulcskérdés az életében, és egy kulcspillanat, amikor megismerkedik lelke Jobbik felével. Ez a szüleidnél hogy történt? Ez az egyetemen történt. Az édesanyám Csatlós Gabriella, ő Békés megyéből került föl Budapestre. Nagypapám, ő jegyző volt Újkígyóson, és aztán Endrődön laktak. A nagymamám pedig egy nagyon-nagyon szigorú és nagyon határozott hölgy volt, ő pedig tanítónő volt. Egyszerre tanított 8 osztályt még az akkori falusi iskolában, úgyhogy azt hiszem, hogy ez igazi pedagógus készségeket igényelt tőle. Aztán ő Szegeden járt a Tömörkény gimnáziumba, és valamilyen utómódon Budapestre került, ő is az orvos egyetemre. Latin tanár akart lenni, de aztán nagypapám rábeszélte, hogy mégis inkább az orvosi pályát válassza. Úgyhogy ott találkoztak az egyetemen, és hát azt az anyu mindig mondta, hogy nagyon sokat segített neki apám, tehát ő volt a jobb tanuló, a kiváló tanuló, és nagyon sokszor segített neki. Hogy kerültek? Nyilván a diploma után akkor nem volt túlságosan sok lehetőség, hogy ki hogyan válasszon magának lakhelyet, és nyilván egy olyan helyre kerültek itt, most Székesfehérvárra, de ez mikor történt? Ez az 50-es évek elején történt, akkor költöztek Székesfehérvárra, hát akkor nem úgy volt, hogy vadászták az orvosokat, mint manapság, hanem akkor nagyon kevés volt az állás. Úgyhogy nagyon sokan jöttek vidékre dolgozni. Szarvason kínáltak apámnak állást ott a szülőotthonban, és végül is Székesfehérvárt választotta, és itt is szakvizsgázott. Akkoriban a fiatal orvosok nem kaptak lakást, pénzük sem volt, úgyhogy bent laktak a kórházban. A mai igazgatósági épületben laktak a fiatal orvosok. Hát nagyon kevesen voltak, 100 orvos körül volt az egész kórházban. Úgyhogy annak idején nagy baráti társaságok alakultak ki, ugye együtt laktak, onnan jártak az ügyeletbe, vissza, vigyáztak egymást gyerekére közben. Úgyhogy nagyon sok jó sztorit, és nagyon sok nevet hallottam azokból. És ez tulajdonképpen így utólag visszagondolva akár a szakmai fejlődés záloga is lehetett. Tehát odafigyeltek egymás munkájára, odafigyeltek nyilván a saját szakterületükre. Annál is inkább, hiszen rövid időn belül adjunktus lett édesapád a Szent György Kórházban. Azt hiszem, hogy az egy fontos lépcső, mert akkor sem osztogatták ingyen, ez soha nem így volt, főleg aki olyan családi háttérrel rendelkezett, mint édesapád. És akkor jött 56, erről egy kicsit többet kell, hogy beszéljünk, mert én azt gondolom, hogy az ő hátterével szinte természetes volt, hogy amikor a forradalom csírái elindultak itt Fehérváron is, akkor a kórház munkástanácsának elnöke lett. Fiatalon, tegyük hozzá, és azt hiszem, hogy ez elismerés az egyik oldalról
a szakmai munkájának, a másik oldalról pedig emberi oldalának pedig feltétlenül. Hát azt hiszem, hogy itt inkább az emberi oldala játszhatott közre, hiszen ez valóban vezető egyéniséget kíván egy ilyen funkció. Az, hogy őt megválasztották, az, hogy őt érezték képesnek arra, hogy a kórházi dolgozókat ebben a helyzetben összefogja, és hát persze jelentett ez egy politikai ezt meggyőződést így is. Így van, ezt nem is felejthetjük, hiszen október 27-én volt, tehát 1956. október 27-én az a bizonyos ülés, ahol egy koordináló bizottság határozta meg, hogy mit fognak kérni majd a későbbiekben a forradalom idején a székesfehérváriak, és ez a vállalati munkástanácsok egészét lefette. A tagjai Horváth István volt, édesapát Szotyori Nagy Zoltán és Varga Ferenc a vízművektől, és több mint 6000 ember volt ezen a megbeszélés után, amikor tájékoztatták az embereket. Hát eleve a kezdeményezés ettől a négy embertől indult, hogy igen, szükség van egy olyan intézmény helyett, egy olyan tanácsra, egy olyan testületre, amelyik átveszi az irányítást a város életében. Hiszen azért, ha belegondolunk a forradalmi viszonyok között, az alapvető szolgáltatásoknak üzemelni kellett. Kellett, hogy legyen víz, világítás, fűtés, az egészségügynek, a kórháznak mennie kellett, a boltoknak ki kellett nyitni. Tehát ezt valakinek össze kellett fogni, így voltak ők először négyen, utána ez kibővült, és akkor lett a tízek tanácsa. És valóban, amikor már ezeket a nagy gyűléseket tartották, akkor 40-50-100 cégnek, vállalkozásnak, vállalatnak a képviselői voltak ott. A vadásztölténygyártól elkezdve, ahol a székesfehérváriak többsége dolgozott, ezt össze kellett fogni. Rendkívül fontos, hiszen rendkívül határozott elképzelésekkel rendelkeztek, de nyilvánvaló tudjuk az utóéletét, hogy a forradalom addig tartott, ameddig tartott itt, bár Fehérváron azért tovább, mint az a november. De utána pedig felülvizsgáló bizottságot hoztak létre. Én azt gondolom, hogy nagyon is jól tudjuk, hogy 57-ben már mi mindent tettek itt az új alakult kommunista párt, és hát itt olvasom, hogy a kórház négy dolgozójának azonnal felmondtak, és visszaminősítettek fél évre szintén jó néhány orvost, köztük volt édesapád is. Mesélte erről később, hiszen ez a visszaminősítés azt jelentette, hogy egyrészt megfigyelték nyilvánvaló a továbbiakban is, másrészt pedig szakmailag sem, egyáltalán nem mindegy. Hát ő akkor már főorvos volt fiatalkora ellenére, és visszaminősítették adjunktussá. Megfelezték a fizetését, tehát azért voltak ilyen következményei. Őt nem bocsájtották el, és az egészségügyieket nem is zárták börtönbe se, és megállapította ez a felülvizsgáló bizottság, hogy az egészségügyi dolgozók kiváló színvonalon látták el a munkájukat a forradalom ideje alatt is. Tehát ezekkel a következményekkel lehetett számolni. Már találtam erről a családi tárban végzést, és hát mindenki azt meséli, hogy anyukámnak volt ebben szerepe, hogy az egészségügyiek ezt idézőjelbe jobban megúszhatták, hiszen ő a párt titkár elvtárs gyermekeinek volt a gyerekorvosa. Igen, hát ez korán sem mindegy. Esett-e szó a családban, a későbbiekben, miután, mert ott még nem tartunk ott, hogy megszülettetek volna. Igen, hát itt azért közbe kell vetnem, hogy a nővéred Östör Zsuzsa, az én osztálytársam, Östör Gabi, bocsánat, az én osztálytársam volt a Teleki Blanka gimnáziumban, sok mindenki mással, például Jégi Tomival is, Isten nyugosztalja. És hát ott nem nagyon beszélgettünk mi ilyesmiről, de azt tudtuk, hogy egy olyan elkötelezett családtagja ő is, ugye a 70-es évek közepén jártunk akkor, hogy
hogy fontos számára a család, és hát az indítatás nem különben. Ti otthon beszéltetek-e a régmúlt időkről? Nem nagyon. Hát egyrészt én 11 éves voltam, amikor apám meghalt, tehát én ezt az ő szájából sosem hallottam. És mindig benne volt, azt hiszem, anyukámban is, és mindenkiben ez, amit mondtál, hogy megfigyelték. Tehát mi mindig hallottuk, amikor felvettük a telefonkagylót, akkor mindig hallottunk egy kattanást. Tehát tudtuk, hogy minket ennek ellenére is megfigyelés alatt tartottak. És nem nagyon szívesen beszéltek akkor ezekről a történetekről. Az akkori orvostársadalom tagja volt, például férjem édesapja is, dr. Égi Ferenc, röntgenorvos volt, és tudom, hogy ők nagyon sokat segítettek, vérkészítményeket hoztak Ausztriából, mentőzött ő is, és nagyon nem szívesen beszélt róla, a mai napig sem. Szerettük volna, hogyha ezeket az élményeit elmeséli egyszer a tévé nyilvánossága előtt is, és mindig volt benne egy ellenérzés. Milyenek voltak a hétköznapjaitok? Hiszen nyilvánvaló, hogy egy orvos családban másként nő fel az ember. Hát mozgalmasak, azt kell, hogy mondjam. Mi ott laktunk a Várkörúton, nekünk volt telefonunk, és állandóan csörgött a telefon. Ugye apám 1966-ban lett osztályvezető főorvos, akkor még nagyon kevesen dolgoztak azon az osztályon, talán 13 orvosra emlékszem. Tehát ez azt jelentette, hogy ők például volt, hogy nyári időszakban 16-ot ügyeltek egy hónapban. Ez most már, ezt hiszem, egy felfoghatatlan szám, és nagyon-nagyon nagy volt a születések száma, hiszen akkor nőttek föl a Ratkó korszak gyerekei, úgyhogy akkor valóban úgy volt, hogy még a folyosón is szülőnők feküdtek, mert egyszerűen a kórház épülete nem bírta el azt a rengeteg szülő születés számot, ami akkor volt. Úgyhogy egy nagyon kiváló gárda volt, én Godzita nénivel beszéltem. Godzita volt az első orvosnő, szülész orvosnő, akit apukám idevett az osztályra. Elmesélése szerint is nagyon izgult, nagyon tisztelték apámat, és nagyon tartottak tőle, és még őt is meglepte, amikor állást kínált neki. Azt mondta, hogy Zita magának nagyon jó a manualitása, nagyon tehetséges, és várják. Ő volt az első orvosnő. A szülészorvosokat mindig valamiféle legenda lengi át. És ez teljes egészében így van, hiszen ők ott vannak, a legfontosabb orvos az életünkben, hiszen amikor életet kapunk a világtól, édesanyánktól, akkor a szülészorvos az, aki először odafigyel ránk. Ez a legenda elkísérte a családot is? Abszolút. Hát először is ugye apukám egy rendkívül okos ember volt, de egy 180 magas, jó kiállású, csinos ember volt, vagy nem is tudom, hogy férfiakra melyik szót használják leginkább, úgyhogy őt nagyon szerették, nagyon tisztelték, nagyon rendszerető volt, tehát akik ott dolgoztak, a mai napig mesélik, hogy a frissen szült nők is inkább leszálltak az ágyról, megigazították a törölközőt, felszedték az esetleges szemetet a földről, mert ott rendnek, tisztaságnak, fegyelemnek kellett lenni. Aki erről tudna mesélni egyébként, az Szabó Bakos Flacsi. Igen. Aki ott kezdett szülésznőként az ő osztályán. Tehát a hétköznapok is ünnepek voltak tulajdonképpen. Tehát úgy kellett viselkedni és tenni a dolgokat. Hát ez rányúlta a hétköznapoknak is rendben kellett lenni. Tehát mindenkinek a maga dolgát nagyon rendesen kellett végezni. És akkor az állandó éjszakai telefonokról még nem beszéltem. Minden éjszaka behívták gyakorlatilag. Ez hatással volt egyébként a ti tanulmányaitokra is, mondjuk a tiédre, hiszen korán elvesztetted édesapádat ugyan, de 11 éves korodig nyilván egyengedte azt az utat, amit neked be kellett járnod, hogy a későbbiekben kvalitásos ember légy.
és a Gabira ugyanez vonatkozik nyilván. Hát a nővérem lett orvos, egyébként ő is nagyon fiatalon osztályvezető főorvos lett Dunaújvárosban, patológus, úgyhogy ő járta a családi pályát. Hát egy kisebb gyerek mindig keresi talán a könnyebb utat, de én is kiváló eredménnyel, és akkor nagyon, nagyon nagy túljelentkezéssel nyertem felvételt a gyógytornászképzőbe. Úgyhogy azért az egészségügyi pálya az is rajtunk hagyta a nyomát. Édesanyátok milyen helyet foglalt el ebben a családban? Hiszen az édesapa ezzel a határozott jövőképpen rendelkező és mentalitással rendelkező édesapa mellett ott van az édesanya, aki azért néha egészen mást képvisel. Hát... Jót, édesanyám volt szerintem a legjobb természetű ember a világon. Soha nem látszott rajta a nehézség, mindig mosolygott, mindig kedves volt mindenkivel, egy rendkívül egyszerű ember maradt, hiába volt ő is főorvos, gyerekgyógyász volt, aztán a járási hivatalnál volt, egészségügyi osztályvezető, kórházigazgató volt Várpalotán, és végig egy emberséges, nagyon kedves nő volt, akinek azért nem volt egyszerű az élete. Most már sajnos én is látom, hogy azért egyedül maradni fiatalon, az nehézség. Tehát megkaptátok azért ti testvérek azt a határozott jövőképet, amelynek mentén felépítettétek önmagatokat. Igen, példák voltak előttünk. A hétköznapokról beszéltünk, beszéljünk az ünnepekről. Tehát nyilvánvaló, hogy hitben élő emberként nőttetek fel. Ez mennyire okozott gondot az akkori világban, hogy édesapátok is hittel élő ember volt? Hát ez annak idején egy teljesen tiltott dolog volt, úgyhogy például minket Endrődön kereszteltek Békés megyében. Az édesanyám családja volt igazán nagyon vallásos, az ő egyik nagynénje Szalvator Rendi apáca volt, és amikor a rendeket feloszlatták, tanítónő volt egyébként, akkor ő nem szeretett volna tanítani, és érdekes módon ő is az egészségügybe ment, aztán Budapesten a Szent Imre Kórháznak a fertőző osztályán volt főnővér. Így ennyi idővel az édesapád halála után miként kell emlékezni rá? Mi mindent tudnál megosztani velünk arról, hogy az a fajta stílus, az a fajta érzékenység, ami őt jellemezte, az miként rögzült bennetek, illetve mit kell gondolnunk nekünk róla? Hiszen óhatatlanul is azt hiszem, hogy méltatlanul keveset esett szó például az ő személyiségéről. Hát azt is mondhatnám, hogy nem esett szó. Tehát ebben a székesfehérvári 56-os könyvben valóban őt Csurai Horváth Józsefnek köszönöm, hogy megemlíti. De egyébként utána sehol semmilyen említés róla nem történt. Az 56-os események, az 56-os szervezetek, tehát ezt teljesen elfelejtették. De az biztos, hogy egy közösségért tenni akaró, egy igazi határozott elképzelésekkel rendelkező olyan ember volt, aki nagyon sajnálom, hogy nem tudott akár 70-80 éves koráig egyrészt a szakmájában a szülőnőkért, a betegekért és másrészt a közösségért tenni. Viszont méltósággal és tisztelettel emlékezünk rá, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél azzal, hogy mindezt elmondtad. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Östör Anna Mária volt, és édesapjáról, az 1956-os hős, illetve a remek szülész főorvos adjunktus Östör Lórántról beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.